Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megtartott megemlékezés a baptista imaházban ünnepi istentisztelettel kezdődött, ahol igét hirdetett pap Dániel. A lelkipásztor az alkalomhoz kapcsolódóan az 56-os zsoltárból idézett, melynek során hangsúlyossá vált, hogy a zsoltáros Dávid király ellenségei támadásának keresztüzében is ki tudja mondani, ha félek is, benned bízom, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem. Pap Dániel személyes emlékeiből idézte fel 1989. október 23-át a köztársaság kikiáltásának pillanatát, mely sokat jelentett azoknak is, akik személyesen nem élhették át az 56-os eseményeket és az azt követő megtorlást. Az elmúlt évben kialakult hagyományokhoz híven a 2006-ban felavatott 56-os emlékműnél folytatódott az ünnepség, melynek szónoka Muraközi István polgármester volt, az ünnepi megemlékezések sorát pedig az Orfeum Művészeti Egyesület műsora követte. Ki itt születtem, mégis ócsároltalak, ki szerettelek és mégsem ismertelek, bocsáss meg tévegő fiadnak, dicső városom, Budapest! Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, és elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamosokon, és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek a falak lőrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra indulni, harcolni és győzni lehet. A kerek világon minden térképen és glóbuszon ma átírják nevedet Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz, hogy hősiesség. Budapest minden nyelvén a világnak azt jelenti, hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja, légy te is olyan, mint Budapest. Kívánom én is, légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. Légy mindig olyan, mint Budapest, Budapest. És tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké munkában és dicsőségben, Szabadság fővárosa, Budapest. Örkény István gondolataival köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésünkön. Felkérem Muraközi István polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. A rendszert az egész magyar nép söpörte el. A világon páratlan szabadságharc volt ez, fiatal nemzedékkel népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akar dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplő honfitársaim! Mindszenti József bíboros, Magyarország néhai hercegprímása fogalmazta meg azt, amit korábban és később is még nagyon sokan. Valójában győztes forradalom volt, ami október 23-ánk a kommunista rémuralommal szemben. Ennek eredményeként 1989-ben összeomlott morálisan és gazdaságilag is az a rendszer, amelynek utolsó 10 éve adós rabszolgaságba kergette hazánkat, és amelynek morális és gazdasági következményeitől máig nem tudunk megszabadulni. Eszünkbe jut mára is sokat idézett mondata. A kommunizmusnál csak egy a rosszabb, ami utána következik. Az 1956-os forradalom a nemzet harca volt a diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az egyetemi diákság békés tüntetésével kezdődött október 23-án és Csepelen november 11-én fejeződött be,
ahol az utolsó maroknyi ellenálló csapatot is leverte a túlerő. Több mint 2600 honfitársunkat gyilkolták meg a harcokban, és csaknem 20 000-en sebesültek meg. A győztesek posztúja pedig kegyetlen volt. A rettenetes megtorlás elől menekülve, a jobb élet reményében 250 000 magyar kényszerült elhagyni a szülőföldjét, úgy, hogy reményesen volt a közeli hazatérésre. De még ez sem elégítette ki a hatalom élvezőit. A következő 3 évben 21 000 embert börtönöztek be, és csaknem 18 000-et internáltak. Több mint 400 embert végeztek ki, köztük fiatalokat, akik szinte még gyerekek voltak. A rendszer aljas gonoszságát híven tükrözi, hogy több esetben megvárták, amíg az elítélt eléri a nagykorúságot, és akkor végezték ki. Ezek a száraz tények nemzetünk vesztesége az adatok tükrében. Nekünk, ki csak a könyvekből és híradásokból ismerjük a forradalom történetét, ez szinte elképzelhetetlen és teljességgel érthetetlen. És mégis, 1956. október 23-a a magyarság egyik legnagyobb és legbátrabb szabadságharcaként írta be magát a világtörténelembe. Honnan merítették 56 forradalmárai az erőt és a bátorságot, hogy szembeszálljanak a diktatórikus katonai hatalommal, és honnan volt ez a halált megvető kitartás maroknyi nemzetünkben? A forradalom közös élménye a mindenek felett álló nemzeti egység volt, a felszabadulás, az önállóság eufórikus öröme. Az, hogy együtt van az ország, együtt dobban minden szív, és együtt kiáltja a világba, szabadságot akarunk. Le az önkényuralommal, le a szolgasággal. Bibó István így fogalmazott. A harcban osztály és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép. Megrendítő és csodálatos volt a felkelt tömeg emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, amellyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi-hóhér különítményesek ellen fordult. Mert mit is akartak 1956. októberének nagyjai? Mit akart a legkisebbtől a legnagyobbik minden résztvevő magyar? Nagy Imre, Maléter Pál, Mindszenty József, Pongrácz Gergely, Bibó István mind ugyanazt akarták, és mind ugyanazért hozták meg a maguk áldozatát. Szabad és független Magyarországot, ahol nincs elnyomás és hazugság. Ahol minden ember annyit ér el, amennyi energiát, munkát belefektet az életébe. Ahol lehetősége van arra, hogy önmaga és gyermekei számára megteremtse a jobb élet lehetőségét. Valljuk be, a világ számos országában végbe menő változások miatt egyre inkább átérezzük, megértjük, hogy mit élhettek át akkor az emberek. Többek között ezért is kötelességünk, hogy ne feledkezzünk meg egyetlen áldozatról sem. Tisztelt ünneplő közösség! Az 1956-os forradalmat szó szerint vérbe folytották. Sokáig kellett várnunk arra, hogy a magyar nép elképzelései megvalósuljanak. Nemzetünk óhaját és akaratát az 1989-es rendszerváltás válthatta volna valóra. Magyarország független, szabad, demokratikus jogállammá legyen. Akkor lett október 23-a nemzeti ünnepünk, és csak ezután volt szabad nyilvánosan is büszkének lennünk 56 hőseire. Emlékezzünk a nemzet egységére, a hősiességre, a bátorságra, a hűségre, az áldozatkészségre. Emlékezzünk saját hazánk nagyszerűségére, példamutatására. Emlékezzünk azokra az emberekre, akik elismerést, megbecsülést és dicsőséget szereztek a magyar népnek az egész világon. Soha ne feledjük el, hogy azoknak az örökösei vagyunk, akik egy új korszak beköszöntét alapozták meg tetteikkel. A forradalom céljai 1956-ban nem tudtak megvalósulni, de a kommunista világrendszer ezt a megrázkódtatást már sohasem tudta kiheverni. Nemzeti ünnepeink nem hiába lettek a magyarság ünnepei, mert a nemzeti ünnep lényegét nem a ténye teszi ünneppé. Nem csak a távoli, megfoghatatlan és általunk nem átélt múlt történései. Ünneppé attól válik, hogy mi, utódok, az emlékezetünkbe és a szívünkbe zárjuk. Ha beívódik zsigereinkbe, beépül értékrendünkbe, megértjük és átérezzük nagyszerűségét. Ne csak azért emlékezzünk, mert így illik. Mert ezt követeli a hagyomány. Mert mit ér az emlékezés anélkül, hogy átgondolnánk, mit is jelent számunkra, utódokra nézve, az 56-os forradalom? Mi az az érték, amely átível koron, időn, generációkon?
56 nevesített és névtelen hősei nagyszerű példát mutatnak nekünk. Ezért nem elég, ha emlékszünk áldozatukra, üzenetüket kötelességünk megérteni és végrehajtani. Ha nem ezt tesszük, ha saját életünkben nem törekszünk arra, hogy példájukat magunkévá tegyük, akkor áldozatuk felesleges volt. Albert Camus kevésbé sokat idézett, de annál jelentősebb szavait idézve. Soha se fogadjátok el, hogy a szellem, a személy, a nemzet szabadságát kétségbe vonják, akár csak átmenetileg, akár egy pillanatra is. Csak azoknak a budapesti fiataloknak a leckéit fogadjátok el, akik meghaltak a szabadságért. A magyar munkások és értelmiségiek nyomorúságuk, láncaik és számüzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, amelyet ki kell érdemelnünk. A szabadságot, amelyet őt nem nyerhettek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk. Az 56-os forradalom üzenete sokrétű és sokszínű. Olyan a magasztos érzületeket ötvöz, mint nemzeti egység, bátorság, önfeláldozás, példamutatás. A magyar nép hitvallása a szabadság mellett egy olyan népé, amely megmutatta, nem kér a hamis és torz ideológiákból, nem kér a megalázó szolgaságból. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Össze kell fognunk, és együtt kell dolgoznunk. Ha valakik azt gondolják, hogy ők túl kicsik ehhez, nem tudnak mit tenni, őket arra kérem, ne ezt gondolják. Mindenkire szükség van, mert mindenki fontos. Mindenkinek a munkája értékes. Minden egyes tettnek, bármi kicsinek is tűnik, jelentősége van. Mert a cselekedetek összeadódnak, és együtt nagyobb súllyal változtatják jelenünket. A közös szerepvállalás nem csak önmagunk miatt fontos. Nekünk, felnőtteknek példát kell mutatnunk összefogásból a minket követő generációknak. Nem szabad várnunk a külső segítségre, mert arra mindig egyre kevesebb az esély. Dolgozzunk együtt, fejlesszünk, építsük, tegyük jobbá környezetünket, elsősorban a magunk erejéből. A közös cselekvés eredménye soha nem marad el. Városunk szebb, élhetőbb, szerethetőbb lehet. A közösségek közös erőfeszítései nyomán lehet Berettyóújfalu valóban mindannyiunk városa. Meggyőződésem, hogy az összefogás, az együttműködés az világnézettől és pártállástól független. Belátni és megjavulni pedig sohasem késő. A város érdekében végzett közös munka csakis közös sikereket hozhat. Lehet, hogy egy kívülállónak ezek sokszor csak apró lépéseknek tűnnek, nekünk viszont minden kicsinség sokat számít. Nem csak maga az eredmény miatt, hanem azért is, mert ezek a dolgok attól tettek tanúbizonyságot, hogy bennünk, ha akarjuk, megvan az az összetartás, amire jelen körülmények között méltán büszkék lehetünk. Hiszem, hogy Berettyóújfalu is részes ennek, amihez természetesen sok feltételnek kell megfelelni. Szükség van időre, munkára, szervezésre, és ezek persze sok energiába és pénzbe is kerülnek. De amire leginkább szükségünk van, az az, az egység, amellyel 56 is győzni tudott. Persze mindig megtörténik, amire nem mindenki számít. Mégpedig az, hogy belülről támadják meg a nemzet törekvéseit és közös eredményeit, hogy magyar árulja el a magyart. Akik elfelejtették, vagy csak egyszerűen nem értik az egri csillagokban mindannyiunk által olvasott eskü sorait. Sem erő, sem forté meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. Ezt nem fogadta meg Hegedűs András hadnagy, és nem fogadták meg sokan azóta sem. Ahogyan egy jeles 20. századi gondolkodó fogalmazott, egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen. Bocskai, Rákóczi, a márciusi ifjak után a pesti srácok, s nyomdokukban a munkások, értelmiségiek, parasztok, igazi hazafiak és demokraták. De Hegedűs Andrások voltak akkor is, és vannak ma is. Bármikor, ha a magyar nép egységbe tudott kovácsolódni, csak egy kívülről igaztalanul behívott, vagy beengedett túlerő tudta megtörni erejét. Ennek mentén igen sok párhuzamot állíthatnánk az 50-es és a 2000-es évek között, és találnánk is számtalan példát, konkrét példát a közelmúlt eseményeiből.
de nekünk nem ez a dolgunk. Ma az emlékezés és a főhajtás napján sem a dolgos hétköznapokon pedig még legkevésbé. Intézményrendszerünk, közigazgatásunk, családpolitikánk átalakítása igenis a demokrácia és az egyenlőség mentén zajlott és zajlik. Az ország átalakítása, alaptörvényünk elfogadása, nemzetünk egységesítése pedig része annak a küzdelemnek, amelyet az Európai Unióval szemben vívunk. Az önkormányzatok talpraállítása és a lakossági rezsijárak immáron 20%-os csökkentése után pedig a devizahitelesek gondjainak végső megoldására is sor kerülhet. Akár belenyugszanak ebbe Európa hatalmasságai és azok magyarországi barátai, akár nem. Állíthatják, hogy ma Magyarország a diktatórikus átalakulás útját járta. A többszörösen igaztalanságba és most már hamisításba keveredett pártok és a magukat civileknek valló támogatóik minősíthetetlen, szalonképtelen, az európai demokratikus normáknak teljesen ellentmondó szobor döntése után szabadon hazamehettek és térhettek nyugovóra. Szerintük ez ma a mai magyarországi diktatúra, szemben az ő 2006. október 23-ai demokráciájával. Feltehetjük a kérdést. Hány 56-os résztvevőről jegyezte fel a történetírás, hogy a Sztálin szobor ledöntését követő számonkérés és vallatások idején azt mondta volna, hogy ott sem volt? Vagy az elején még ott volt, de amikor elkezdődött, addigra már hazament. Próbálnak minket megtanítani demokratának és őszintének lenni. Hát kérdem én, kinek van oka az öncenzúzára ebben a tekintetben? 56 hősei a helytállás mellett másra is megtanítanak minket. Az őszinte kiállásra, tetteink és felelősségünk vállalására. 56-ban is jól elhatárolható volt a barikád két oldala. És ha valaki következetesen és őszintén cselekszik, most is meglátszik, hogy merre tart, és hogy merre kívánja vinni közös dolgainkat. A mellébeszélés azonban nem segít a barikádok végleges lebontásában. Az 1956 és 2006. október 23-i magyar helytállás, a közjóért és a közbiztonságáért való kiállás nem maradhatott eredmények nélkül. Magyarország hajlandó és képes az igazságszolgáltatás útján a független magyar ügyészség és bíróság által felelősségre vonni a hamis demokráciák bűnöseit Biszku Bélától a 2006-os rendőri vezetőkig. Egység, kitartás és őszinteség. Ezek egysége kell az értelmes építkezéshez. Évszázadonként egyszer eddig is kénytelen volt mindenki szint vallani. Csak hogy 1606-ban, 1711-ben, 1849-ben és 1956 novemberében vérontás és kisebb-nagyobb megtorlás párosult. Nekünk, a 21. század magyar nemzetének az a legfontosabb feladatunk, hogy erősítsük és ha kell, jobb belátásra bírjuk nemzettársainkat. Okuljunk eleink cselekedeteiből, és bár nemesítenek mindannyiunkat a hadtettek is, de ami még inkább előrevét, az az egyenes gerincű kiállás. Kiállás az ország és a nemzet mellett. Kiállás a saját értékek és az eredmények megőrzése mellett. És nem utolsó sorban az egyenes, megingathatatlan kiállás saját véleményünk és vállalásaink mellett. Akik ma így cselekszik, amögé bátran felsorakozhatunk. Aki azonban még saját magával is ellentmondásba keveredik, arra nem bízhatjuk közösségeinket és közös javainkat. Természetesen szükség van a konstruktív vitákra. Mitől sokrétűbb, változatosabb egy közösség, annál gazdagabb. Ez vonatkozik a vélemények sokféleségére is. Viszont az egységes irányelveket és véleményeket itthon, házon belül kell kialakítanunk, és az ország határain kívül már egységesen kell azokat képviselnünk. Szükséges egy nemzeti minimum, amely a magyar nemzet közösségének képviseletében nem léphető át. Aki erre nem képes, azzal kapcsolatban megkérdőjeleződik, hogy valójában azt az ügyet képviselje, amire hivatkozik. De akárki akármire is hivatkozik, a fölösleges szócséplés helyett a leghitelesebb mindenkit a tette igazolnak. Tisztelt 56-os veteránok! Az önök példája és áldozata itt Berettyóújfaluban is példát mutat mindannyiunknak. Fejet hajtunk tetteik előtt. Ezért van az, hogy az 56-os emlékművön, október 23-án
önök helyezik el először az emlékezés virágait. Mindenki más csak önök után teheti ezt. Ezzel is vállalva azt, hogy követjük önöket. Ezért van az, hogy az ünnepséget követően koszorút helyezünk el és fejet hajtunk a forradalom újfalói áldozatainak emléktáblája és sírjai előtt. Az ő áldozatuk emléke miatt kell a mai napon is egyértelműen, s igen, néha keményen fogalmazni. Még ha ez egyeseknek fáj is. Nekik is fájt. Ma a forradalom kitörését és tisztaságát ünnepeljük. De előre is kell tekintenünk, mert 12 nap múlva november 4-e a forradalom revelésének dátuma. Az maga a bűn. Aki nem érti november 4-ét, nem érdemli október 23-át. Természetesen Isten előtt is van bűnbocsánat. Minden bűnre van feloldozás, de csak bűneink beismerése és megvallását követően. Végül álljon itt egy történet, amely a Bibó legenda részeként él a köztudatban. Bibó István közíró, a magyarság megkerülhetetlen gondolkodója, 1956-ban államminisztere volt a II. Nagy Imre kormánynak. Amikor kiderült, hogy jönnek a szovjetek, mindenki elmenekült a parlamentből, a vezető politikusok közül egyedül Bibó maradt. A megszálló szovjetek bementek az üres parlamentbe, rányítottak valakire, ő volt Bibó István. Megkérdezték tőle, hogy mit csinál. Dolgozom, hangzott a válasz. Kívánom mindannyiunknak, hogy mindig legyen bennünk ennyi hit és tisztaság, hit az emberi kapcsolatok erejében, hit embertársaink segítőkészségében, és hit az együtt kialakított jobb jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szabadnak születtél címmel a Debreceni Orfeum Művészeti Egyesület művészeinek és növendékeinek ünnepi előadása következik. Volt apám, volt anyám, volt Istenem, volt hazám, volt bölcsém, leszem födőm, volt csókom, volt szeretőm. Elvették az életem, mi maradt, az is sérelem. Egy emberöltő, így vagyok, adtam, semmit nem kapok. Nem kell neki senkinek, az ördög élet mindenem. A szívvel gyónom én, hitem, még van remény. Kinevetnek, gúnyolnak, magyarként meghurcolnak, mint fű kis harjad megterem, életnő a szíveken. Magyarként meghurcolnak 1920 után, van, még sincs hazám. This is Hungary calling. This is Hungary calling.
Magyarország remény és pokol. Gyűlt a tömeg, és a harag nőtt. Egy hazug világ szilánkokra tört. Megmozdult a föld. Melyik volt az első igazán történelmi pillanat? Nehéz eldönteni. A lelkesedés példátlan volt. A gyárakból, hivatalokból hazatérők közül 10,000 csatlakoztak a tüntetéshez. Sokfelé leálltak a villamosok is. Az emberek érezték, hogy történelmi pillanat részesei. Nagy és megdöbbentően szép látvány volt, amikor a ködös októberi estén 3 darus kocsi nekirugaszkodott, és a sok ezres tömeg lélegzett visszafolytott figyelme mellett. Ledöntötte a 12 éves idegen zsarnokság jelképét, a budapesti Sztálin szobrot. A kép a szívembe vésődött, tisztán emlékszem rá, a drótkötelek pattanásig feszültek, és a hatalmas szobortest lassan dőlni kezdett előre. Lassan, nehézkesen, mintha maga sem hinné, hogy most porba hull, pont ő, a fél világ évtizedeken átrettegett zsarnoka. A kötél feszült. A 8 méteres bronztest elvágyta talapzatától, s a fényképezőgépek kísértetiesen fehér magnézium fényeinek villogása közben tompa dübbenéssel földre hult. A tömeg megrohanta a ledölt szobrot, és diadalittas újjongással mászott fel rá, s köpve, rúgva próbálta kitombolni azt a tengernyi keserűséget, amit 12 év alatt elszenvedett. Honnan érkeztünk,
vizsgáljuk furcsán két kezünk. Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj, de még nem tudjuk, még nem értjük hová. Érkezünk, száz éves lány történelem, feldúlnak erdőt földeket. Keresünk régmúlt éveket, számoljuk az évgyűrűket. Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj, de még nem tudjuk, még nem értjük hová. Érkezünk, száz éves bárgyárunk még, hőseink táncát járunk még. Ez a nép nem fog többé éjjenezni idegen elnyomóknak. Mégis, volt valami feszültség a levegőben, mintha mindezzel nem most ért volna véget valami, mintha nem vége lenne, hanem csak elője estéje ez nagy történelmi napoknak. Mindenki megdöbbenten nézett fel a szoborból megmaradt csizmákra, a beléjük tűzött magyar zászlókra. Sokan szemüket törölgették, nem hitték, hogy ez lehetséges. A fejüket csóválták, de az örömtől könnyezett a szemük. A nagykörúton megdöbbentő látvány tárult a szemünk elé. A villamos sineken egy meggyújtott teherre autó lángolt. A kockakövek felszedve hevertek a sinek között. Csodálkozó szemekkel bámultuk a lángoló autóra, és engem valami szorongás fogott el. Délután ilyesmire nem is gondoltunk. Nem ezt akartuk mi délelőtt, amikor fellelkesítve Budapestet kivágattuk az idegen címert az zászlókból. Ha így folytatódik, akkor csak hamar megszólalnak a fegyverek is. Még nem értük el a sarkot, amikor magyar tankok érkeztek, magasra tűzött nemzeti zászlókkal. A harckocsikon a katonák mellett diákok éjjeneztek. Az eleje még nem ért el a múzeum kert szögletét sem, amikor megálltak. Végig az egész oszlop. A végét nem láttuk, az kint lógott a kiskörúton. Akkor történt az, hogy a parancsnokuk fölmászott a sarkon megállt tankra. És szózatot intézett az ott gyülekezőkhöz, akik, mint mi is, inkább iszkoltak volna már hazafelé. De ahogy a tiszt felmászott a tankra, megint oda szivárgott a tömeg. A tiszt azt mondta, ő csepeli munkás fiatalként került a tiszti pályára, ő nem fog munkásokra és diákokra lövetni. Ők épp úgy megszenvedték az elmúlt éveket, mint a civil lakosság. Neki az az ellensége, aki itt a népre lő. Akkor éjjenezték meg, és akkor másztak fel a tankokra nagyobb, talán egyetemista diákok. Aztán az oszlop indult tovább, de hamarosan megrólpant az útja. Később a hír szájról szájra futott végig a városon.
A honvédség velünk van. Vigyázzatok az éjszakára. Öldöklő karddal jár az angyal, s jaj a háznak, mit megjelöltek véres sávval, véres csillaggal. Jaj, akinek ma szíve néma, s nem kondul fájón fel a vészre, kiben a perc lármája ér csak, s nem századok harangverése. Jaj, ki kaján örömben gázol, fegyvert fogva önvére ellen, s hahotás szájjal lakomázik az országot rejtő tetemben. S ezerszer jaj a vezéreinknek, villámben rájuk bosszuló fényt, viharban zajduló falkájuk tépi szét őket farkasokként. S elmúlnak, mint tábortűz füstje, mint őszi lombok vörössége, elszélednek, ponyváról pejva, a szétmarkuló nyári szélben. Vigyázzatok, nagy öldöklés lesz, nem én teszem, és nem a másik. A bosszúálló angyal kardja űzi őket pusztulásig. Tegnap még sejmes szőke hajat simogatta szelíd anyai kéz. Ma fegyverrel a kezedben, a barrikádra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól. Ma orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, vésznak kék szemű gyerek. Bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Olcsó mackó ruhát viseltél, megtalpalt iskolacipőt. Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet. A nagy világon e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod, és most itt mondják neked elvakult, sötét lelkű ostobák, keresd magadnak máshol hazát. Akinek tartod magad, mi akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug elő. Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemet. A Kölcsei és Vörös Marti nyelvén szól az éneket. A nagy világon e kívül nincs máshol helye. De ne add fel a szíved mén élő szép reményeket. Kárpátok gyűrűiből szállj fel, szabad madár, érted is szól a harang már.
nem üzentek. Beárultak, elhurcoltak, fejem zúzták, fülek zúgtak. Megrúgdostak. Körmöt téptek, pofont adtak, kínvallattak, vérem csorgott. Évek vártak, falba zártak, hajam hullott, kiröhögtek, elengedtek. Hazamentem, tele hittel, becsülettel, ma is élek. Ők is vannak, kikacagnak, bűnük évül, hazudoznak. A papírok beszélnének, de mind zárva. Forradalmunk tisztasága miért árva?
Az ünnepséget követően Muraközi István polgármester koszorút helyezett el az Ady Endre utcában lévő 56-os mártír Gál János emléktáblájánál, valamint a téglaparti temetőben lévő sírjánál is. A polgármester az emlékezés koszorúját helyezte el a Berettyói Falui Forradalmi Bizottság elnöke Balog József, illetve Buci József, Buci Ferenc és Szél László sírjánál is.